Köszöntöm nézőinket, önök egy új műsort látnak itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban, ez pedig a Kérdezzen a polgármestertől, és sok szeretettel köszöntöm Mosonmagyaróvár város polgármesterét, Árva István polgármester urat. Indult egy telefonszám, ez a 823-333-as telefonszám, itt üzenetrögzítőn vártuk kedves nézőinktől, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket a várossal kapcsolatban, és azért, hogy még szélesebb körül legyen, mi is nyakunkba vettük a stábot, a kamerát, illetve magát a mikrofont, és bejártuk a várost, és megkérdeztük önöket, hogy kérdezzenek a polgármestertől, mi az, amit látnak a városban. Nézzük meg, polgármester úr, és kedves nézőink, az első összeállítást, az első csokrot. Mit gondolnak önök, mit kérdeznének önök a polgármestertől? Kovács Józsefné vagyok. Azt szeretném megkérdezni a polgármester úrtól, hogy nincs-e tervbevéve a Honvéd utca felújítása. Erről még soha egyik fórumon sem hallottam, nagyon rossz állapotban van, alig lehet bekanyarodni, kitörik az autókereke lassan, minden nap arra járunk, erre lennék kíváncsi. Köszönöm szépen. Talán az utaknak a további javítását szeretném szorgalmazni, hogy ez mennyire lehetséges, és mennyire van ez tervben? Mondjuk azt szeretném megkérdezni, hogy mikor lesznek utak Móváron. Mert ezen közlekedni se gyalog, se biciklivel, se autóval nem lehet. És lehet, hogy ő rám szorult a probléma, de sajnos nem lehet közlekedni. Én a Fuvaros utcában lakok, és nagyon rossz a járdánk. Azt meg kellene csinálni, mert iskolások arra járnak, meg én is öreg vagyok, és majdnem mindig elesek. Az utakat mikor fogják újra rendbe tenni? Van néhány elég kritikus út a városon belül. Mely pontokra tetszik gondolni? Hát például az Arany János utca. Az első csokor tehát az utakról szólt. Majdnem mondhatni, borítékolható is volt, hogy többnyire az utakról fogják kérdezni polgármester urat. Szerintem először egy általános választ, mert többnyire általános volt, és utána térjünk rá a konkrét kérdésekre is. Igen, hát gyors közvéleménykutatást tartanánk, mint ahogy ez a reprezentatív közvéleménykutatás is mutatja. Az utak állapota az első helyen lenne a kritikus kérdések vonatkozásában, általában ezután rögtön a közbiztonság és más hasonlók, tehát nyilván ez megadja azt a prioritási sorrendet, amivel az önkormányzatnak foglalkozni kell. Úgyhogy általánosságban én azt tudom mondani, hogy ebben a ciklusban, ami most 5 éves, ebben a ciklusban egészen biztosan látható módon és érzékelhető módon javulni fog a teljes úthálózatnak a helyzete. Ez nem kimondottan csak az önkormányzat erőfeszítéseit fogja magában foglalni, hanem az állami közútkezelőjét is, de elsősorban a saját erőnkre támaszkodva, részben lakossági útalapos pályázatok igénybevételével évente, most nem mondok nyilván pontos számokat, de évente egy 20 utcányi csomaggal tudunk számolni. Ebből jó néhány lakóutca, ami ugye úgy kell elképzelni, hogy a portalanítás szilárd burkolattal való ellátás az egy teljes útépítési keresztmetszet, míg a másik csomag az egy útfelújítás, tehát meglevő leromlott állapotú útburkolatoknak a javítása, jellemzően koporréteg cseréje. Most azért mondom, hogy ha 20 utcányi csomagokban haladunk, akkor ez 5 évben egy 100 utca. Mosonmagyaróvár utcahálózatát ismerve azért ez a 100-as létszám, ez egy elég komoly és érzékelhető mennyiség. Hozzáteszem azt, hogy ezzel a metódussal elindultunk, és azért hadd mondjam, hogy ennek a jelei azért már érzékelhetők. Az Árpád utca például végig kerékpározható, tudom, hogy nem jöttek ennek kritikai megjegyzések is e vonatkozásban, mert egy picit spórolósan járunk el ebben a helyzetben, visszaépítjük azokat a közmű csatorna fedeleket, amiket ugye ki is lehetne cserélni jó pénzért, és ezek a visszaépített közmű elemek hát nem nincsenek abban az állapotban, amiben egyébként egy vadonatúj van, de én azt gondolom, hogy az előző állapotához képest maga az aszfalt rétegnek a felújítása az teljesen egyértelműen egy előrelépés.
És még sorolhatnák még körülbelül 10-15 olyan utcát, amivel tavaly hasonló módon foglalkoztunk. Az idei évben ennek végképp egy búmia lesz, mert a tavaly évben elbírált, megtervezett, jóváhagyott a lakóutcák idén lesznek ténylegesen megvalósítva. Úgyhogy ha ezzel a nagyságrenddel tudunk haladni, ami évente egy 300 millió forint körüli tétel a város költségvetésében, de akár emelhető is, akkor én azt gondolom, hogy mire a ciklus végére kerülünk, addigra ezek a fajta kérdések már egy picit idejét múltak lesznek. Addig kérek egy kis türelmet, itt előző évtizedek útjavításai, közműépítéseinek, meg egyébként az állagromlásnak a pótlása történik, és egyáltalán azért van módunk jelen pillanatban ilyen nagyságrendben foglalkozni ezzel a dologgal, mert az önkormányzatnak most van rá pénze. A korábbi időszakban erre egyáltalán forrás nem képződött, voltak rá próbálkozások, hogy ezt hitelből, meg egyéb más forrásból kellene megindítani, de ez mind ugye oda vezetett, hogy a város végletekig eladósodott. Most saját pénzből, olyan pénzből, ami erre a dologra van félretéve, ilyen nagyságrendben képződik meg most a látásunk szerint, tudunk haladni ezzel a dologgal. Tehát visszatérünk majd az egyedi esetekre, mindenhol azt fogom tudni mondani, hogy vagy már az idén, vagy jövőre, vagy terve van véve ennek az útszakasznak is a felújítás. Hát azért próbáljuk meg, Honvéd utca. Ugye, ha ez minden igaz, akkor ez a bíróság mellett található. Igen, ez egy egyirányú utca ott a bíróság mellett, ami ugye a Győri kapura jött ki. Elképzeléseim szerint a főúttól befelé eső történelmi belvárosi rész díszburkolattal kellene ellátni, úgyhogy nem a hagyományos útépítés fogott megtörténni, hanem tehát azokban az utcákban, amik a történelmi városmaghoz tartoznak, egy díszburkolat építés, ami egyrészt alkalmatosabb is arra, hogyha fel kell szedni, vagy valamilyen közműépítés miatt változtatni kell, akkor ez könnyebben megoldható. Tehát ennek a költségkihatását vizsgálják most a kollégák, de azt tudom mondani, hogy a Honvéd utca mindenképpen benne van az idei felújítási tervünkben. Ami kritikus a Honvéd utcán, az nem is az út meg a járda állapota, mert az rossz úgy, ahogy van, tehát az nyilván cserére szorul, hanem sajnos az alatta levő közművek, ami azért egy történelmi belváros alatt elképzelhető módon, hát elég keszekusza, cserére szorul, tehát ott gyakorlatilag egy faltól falig és közmű mélységig történő rekonstrukcióra van szükség, ugye ez már nem a egyszerűbb és olcsóbb megoldású téma. De ha hozzányúlunk a felülethez, akkor itt például a Honvéd utcánál ezt nem lehet megkerülni. És akkor hadd mondjam mindjárt tovább, ugye hogy az egész belváros tehermentesítése, történelmi városmagról beszélek most, tehermentesítése okán, ugye mindig gond az, hogy ezek az egyirányú utcák sehova nem vezetnek, csak a Magyar utcára, ami gyakorlatilag az autóforgalom elől hát ilyen módon elzárt, vagy el kellene, hogy zárva legyen. Úgyhogy terveinkben szerepel, hogy Linhart utca folytatásában, ahol most egy gyalogos kerékpáros híd van, ott kellene átvezetni az autóforgalmat is a Lajta túloldalára. Úgyhogy ilyen módon tehát a Témár utca és a Magyar utcán túli utaknak a kikötése, illetve ennek az egyirányú utcának a továbbvitele, bekapcsolása a városi úthálózatba megtörténhetne. Ugye ez egy lajtahíd építésével jár, megfelelő területek kisajátításával, egy komoly beruházással, de gyakorlatilag hozzátartozik a belvárosi úthálózat rekonstrukciójához. És akkor hogy menjek egyen mindjárt vissza, mert ugye erre nem volt kérdés, a város magnak azok a részei, ami a legelhanyagoltabbak, ugye a Sörház, Fecske utca környéki zegzugos kis utcák. Most ott is elkészültek a díszburkolatos tervek, a közműcseréknek a tervei, úgyhogy reményeink szerint a következő fázisban ez is megújulhat. Van reményünk esetlegesen arra is, hogy erre külső forrásokat is tudunk szerezni.
Huvaros utca, járda. Ugye az utcák járdáinál mindig, mintha az még hátrébb lenne sorolva, mint egy útfelújítás. Hogy áll egyébként a város a járdaépítésekkel? Tavaly azért erre is volt példa, új járdák is épültek, illetve meg is újultak. Ebben az évben is 20 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre a járda felújításra. Ugye itt is ez a szabály, legalábbis az én fejemben benne van, hogyha véges a keretösszeg, amivel gazdálkodhatunk, akkor kell valamilyen elv, ami alapján ezt az egészet felépítjük. Most ugye az én fejemben az elv, hogy a történelmi városmagokból kifelé, illetőleg olyan közlekedési útvonalakat részesítünk prioritásban, ami gyakorlatilag a főközlekedési utakon történő átkötést, tehát valamilyen rendszer szerint próbálja ezeket a dolgokat felsorolni, úgyhogy például a határsort és a rámerőleges Árpád utcát megépítettük, tehát van egy útszakasz, ami átköt a főúton, és ilyen módon teljesen európai módon járhatóvá teszi az autópálya felül városba közlekedőknek a forgalmát, meg van egy a kerékpáros és egyéb más forgalmat a főútról elterelő mellékút, ami meg párhuzamosan fut. Tehát ilyen módon próbáljuk ezeket a dolgokat összerakni. A következő ilyen tengely lenne a Gyári út. Ugye a Gyári útnak ott pont fordítva történt, ott a rámerőleges utcákban történtek meg a felújítások. Most jönne maga a Gyári út, ami egy óriási falat önmagában, tehát ez olyan óvatosabban áll az ember hozzá, mert keresi a más külső forrásokat is, de ez a következő tengely. És akkor Mosonban ugyanígy meg lehet találni ezeket a kikötési pontokat, és sajnos valóban az van, hogy ilyen módon egy-egy lakóutcának az elavult, elhasználódott, feltüredezett járdája ebbe a prioritás során, de nincs mindig az élen. Úgyhogy a járdák vonatkozásában például a belvárosok főutcáinak a járdaszakaszainak, a Kisposta előtti járdaszakaszt láttuk legutoljára, de most megújul majd a bíróság előtti tért körbeverő járdaszakasz. Mosonban hasonló módon a főutca környéki járdaburkolatok, tehát próbálunk egy picit a magból kifele törekedni, nem azért, mert ne lenne fontos nyilván egy lakóutcának a járda, hanem azért, mert kifelé mutatott képünket elsősorban a belvárosok képe viszi el a városon kívülre, akár külföldre is, úgyhogy ez ilyen szempontból nyilván prioritást élvez. 20 millió forint az nem sok egy járda felújításra, tehát én ezt a keretösszeget mindenképpen emelni gondolom a jövőben. Arany János utca, hogy lezárjuk az utcákat, mi konkrétan ugye... Arany János utcára is, meg egyébként azokra az utakra, amik megértek erre a felújításra, ott is ugyanezeket a prioritásos sorrendeket próbáljuk felállítani, amiben még mindig közre játszik az, hogy milyen mértékű, főleg víziközmű cserére van az út alatt szükség. Ami alatt horror méretű munkákat kellene elvégezni, az nyilván gátolja a fölötte levő útépítési elképzelésünket, hisz ez a forrás nem nálunk, hanem mondjuk az Aqua Kft-nél kellene, hogy megképződjön. Ott azért elárulom, hogy nem igazából számolatlanul képződik a felújítási forrás jelenleg. Most erre az évre vonatkozóan 10 millió forintot tudott felajánlani az Aqua Kft. Ilyen típusú forrásra. Ezt mi is kiegészítjük még az útalap terhére, mert különben nem tudnánk felette utat építeni, de az látszik, hogy itt sem számolatlanul áll rendelkezésre a forrás. Úgy pedig utat építeni, hogy tudván tudjuk, hogy az alatta levő közmű az összetöredezett, cserére szorul, és pillanatok alatt ismételten az útjavítás ügyébe kerülünk. Ezt nem szabad erőltetni. Tehát itt azért ésszel és kellő megfontolással kell előre haladnunk. Az Arany János utca is ott van a közeljövő tervei között, de sorolhatnék még jó párat. A Mátyás Király utcán veszekedtem most a kollégákkal őszintén, szóval ha érdekel ez valakit. Ugye az egy nagyon jó átkötés a városközpontból a lámpás csomópontba, és be kellett látnom, hogy idén nem fogjuk tudni megcsinálni, pedig nyilván lett volna rá forrás, mert jövő évre van betervezve az alatt futó távhővezetéknek a teljes cseréje. Most nem építethetem meg idén a fölötte levő utat, mikor jövőre teljes egészében fel lesz az utca újítva, úgyhogy mondjuk például a Mátyás Király utcaiaknak üzenem, hogy nincs elfelejtve ez az útszakasz,
de jövőre a közmű rekonstrukcióval, vagy azt követően lesz megvalósítva. Menjünk tovább, még mindig a közlekedés, de egy picit másképp. Sokat kell nekem azért mondjuk menni, hogy ingyenes parkolóhelyet találjak, ami nagyon kevés van itt Mosonmagyaróváron. És azt szeretném kérdezni, hogy van-e rá lehetőség, hogy több parkolóhelyet, vagy egy kicsit olcsóbb parkolóhelyeket csináljanak. Mennyire drága Mosonmagyaróváron a parkolás, ahol fizető parkolás? Ugye ez főként inkább a magyaróvári történelmi belváros környékét érinti. Mosonban is van, de akkor csak piacnapokon drága itt a parkolás? Nem, én azt gondolom, hogy aki járt a környező, vagy akár távolabbi városokban, az látja, hogy ez egy ilyen erősen középkategóriás ár. Ott is, itt is csak az első kategóriát említem, mert a másodikban meg viszonylag olcsónak is mondható. Ugye a kérdezőt láttam, bár nyilván nem ott keresi a parkolót, ahol kérdezett, de ott a panelok látszottak a háttérben. Tehát ugye azt tudni kell, hogy nem a város egésze érintett a kötelező díjfizetéssel, hanem csak a belvárosok. Itt viszont el kell mondjam azt, hogy a belvárosok vonatkozásában éppenséggel a díjfizetés kiterjesztésére törekszünk, nem pedig az ingyenessé tételre, hisz itt a díjfizetésnek nem az a legfontosabb indok, hogy pénzt szedjünk be az autósoktól, hanem hogy a belvárosokból kiszorítsuk lehetőség szerint az autó forgalmat, vagy ha már be kell menni a belvárosba, akkor ennek a parkoló mennyiségnek a fluktuációja az megmaradjon. Tehát magyarán azért a pici díjért ne álljon ott egész nap valaki, hanem arra törekedjen, hogy amint elvégezte a ténykedését, akkor távozzon. Úgyhogy el kell árulnom a következő tervünket, hogy a jelenleg nem fizetős belvárosi részeket is fizetőssé fogjuk tenni, vagy legalábbis készül rá egy terv. Ugye ott a Templom utca környéke ez jellegzetesen, ami igen kaotikus állapotokat mutat, oda behajtási engedéllyel lépnek be a bentlakók és az érintettek, és ezzel a 2000 forintos éves behajtási engedéllyel ingyenes parkolóként használják a leges belvárost. Nos, ez nyilván így nem fair, meg nem is maradhat, úgyhogy elkészültek a tervei ennek az övezetnek is a bevonására a díjfizetési övezetbe. Nem leszek vele túl népszerű, egészen biztos, de hát meg kell találni annak a mondját, hogy a bentlakó, meg az üzlettel rendelkezők nyilván egy nagyon kedvezményes díj ellenében használhassák ezt a dolgot, de ne ingyenesen és ne korlátlanul. Ami egy picit a parkoláshoz tovább, ugye például a Csaba utca környéke is parkoló övezetté vált, viszont a mellette lévő utcák, például a Vízpart utca, ugye persze, hogy az autós keresi az ingyenes lehetőséget, és azért azon az utcán most rengeteg helyen parkolnak, az útpatka mentén feltételezhetően nem 5-6 autóval rendelkezik egy-egy ingatlan tulajdonos, vagy nem nagy vendégség van minden nap náluk. Tehát meddig lehet ezt kiterjeszteni, hogy tényleg aki mondjuk dolgozik, akkor ne oda parkoljon, vagy hát, mert ez is eléggé csúfítja a városképet. Igen, és beszélhetnénk a Kórház utcáról, speciálul táblákkal van védve a parkolási lehetőség, tehát várakozni tilos, megállni tilos táblák ellenére állják végig a Kórház utcát az autók. És akkor még nem beszéltem a reggeli tumultusokról az intézmények közelébe, de mondjuk maradjunk a Csaba utcánál, ugye itt két elv van elvileg a parkolásban, tehát van egy övezeti rendszerű parkolás, amikor a város egészét felosztják bizonyos övezetekre. Ez általában nagyobb városokra jellemző. Mosonmagyaróváron az volt az elv, hogy próbálunk inkább utcákra koncentrálni. A Csaba utca ugye azért jött képbe, mert az utolsó időkben és főleg a külföldi nem fizető autósok ellepték a Csaba utcát, olyan módon rontották le az út állapotát, hogy egyszerűen már a felújítása is ilyen módon kétséges volt. Tehát olyan döntés született, hogy akkor lesz felújítva a Csaba utca, hogyha ott a parkolás, a díjfizetés majd ennek a díját fedezi. Most ugye jó magyar szokás szerint, bár éppenséggel itt a külföldieket céloztuk meg, hirtelen a Csaba utcán elfogytak a parkoló autók.
nyilván valahova ezek törekszenek befele, tehát meg fogjuk ismerni nyilván ennek a törekvésnek az irányát, és hát van ennek valahol egy észszerű határa, de az tény, hogy a termálfürdő környéke az egy olyan frekventált hely, főleg a külföldi parkolás szempontjából, vagy külföldi autósok parkolása szempontjából, amitől védeni kell úgymond a lakóövezeteket, tehát be kell szorítani őket azokba a fizető parkolókba, ahol ennek a helye és módja van. Azok a városi lakók, vagy városlakók, helyben lakók, utcai lakosok, vagy üzlettel rendelkezők pedig egy olyan nagyon kedvező éves díjú parkolási lehetőséget kapnak, ami visszaosztva forintra, napra, órára egy teljesen minimális megoldást jelent. Tehát én azt gondolom, hogy itt a kedvezmények bátran adhatók. Nem az a cél, még egyszer mondom, hogy ebből őrült, nem is származik egyébként. Tehát ha hozzáveszük az ellenőrzésnek a költségigényét, meg egyéb más dolgokat, tehát ez nem egy számottevő tétel. De az igenis az, hogy képződjön valamiféle bevétel annak érdekében, hogy ezek az útszakaszok fenntarthatók legyenek. Úgyhogy a parkolás folyamatosan napirenden van, folyamatosan ápolgatjuk egy kicsit. Engem jobban izgat a belváros behajtási és parkolási rendje most jelen pillanatban. Nyilván a külső városi részeken ilyen tervek nincsenek. Tovább megyünk, mert a közlekedés területén még van egy olyan dolog, amit önök kérdeznek a polgármestertől. Talán a közlekedés, ami a legfontosabb. Főleg a gyalogátkelő helyeken. Ja, csak a baleset. Hát, hogy ez mennyire városrendészeti vagy városi lehetőség annak elősegítése, hogy a gyalogátkelő helyeken szabályosan közlekedjenek az autósok. Két olyan hely van, ahol több baleset is történt. Az egyik a határsor, Szent István királyút kereszteződése, ahol ugye fordul ki balra a Mosonyi Mihály utcáról az autós, a régi Bartók iskola előtt, és ott elsőbséget kell adni a gyalogosnak. Ebben az esztendőben talán két vagy három baleset is volt, illetve egy halálos baleset történt a Városházától nem messze, ahol egyébként gyakran szabálytalanul parkolnak az autók. Mit tud tenni a város azért, hogy a kijelölt gyalog átkelő helyeknél ne történjenek ilyen súlyos, akár halálos balesetek? De igen, nem olyan nagy a város, hogy ne tudjuk ezt pontosan, precízen felmérni, hogy hol vannak a veszélyes pontok. Tehát most kettő például elő is került. Meg főleg balesetek kapcsán nyilván ez a nyilvánosság elé is kerül. Alapvetően azt tudom mondani, hogy járdát létesíteni csak szabályosan és az előírásoknak megfelelően lehet. Tehát a Moson-Magyaróváron létesített gyalogátkelő helyek mindegyike engedéllyel rendelkezik, szabályosan van létesítve, kivilágítás szempontjából és egyéb más szempontból megfelel a szabványoknak. Tehát ez a szabvány duma, ugye, ahogy mondani szokták. Ettől még nyilván fel kell figyelni arra, hogyha gyalogátkelő helyeken egymás után több gyalogos elütés történik, bár jelezem, hogy ezekben az esetekben minden alkalommal éjszaka, viszonylag rossz látási viszonyok között, tehát esős időben történtek ezek a balesetek, amikor mindig arra hivatkozott az autós, hogy persze, hogy nem látta a közlekedő általában sötét ruhában levő gyalogost. Most ezek ilyen egyedi esetek, aminek az elbírálása nem az önkormányzat feladata, de például a Városházához közeleső gyalog átkelőjénél teljesen egyértelműen megállapítható volt, hogy út mellett szabálytalanul parkoló autók mögül lépnek ki a gyalogosok az autós forgalom elé. Tehát gyakorlatilag nincs felkészülési lehetősége az autósnak. Most ezért aztán nyilván a közterületes kollégákat, a rendőrséget és egyéb más lehetőséget is bevetve próbáljuk ugye napról napra előzni onnan a szabálytalanul parkolókat. Hozzáteszem, nem mindig jelentős sikerrel, tehát hogy gyakorlatilag ugye a tettenérés lehetőségével kéne élni. Ahhoz nincs elég emberünk. Úgyhogy a szabálykövetés ugye általában nem lenne rossz. Tehát én magam mindig azt szoktam mondani, hogy én is mondhatom azt, hogy egy szabálykövető ember vagyok. Tehát például Ausztriában ezek a dolgok ugye föl sem merülnének, még kérdésként sem, hogy valaki megálljon ott, ahol nem szabad, meg úgy közlekedjen, ahogy nem szabad.
sajnos a mi viszonyaink között ez a szabálykövetés ez nem jellemző, és ilyenkor nem a szabálytalankodót, hogy mondjam, ítéli el a közvélemény, hanem rögtön keresi azokat a háttérhibákat, hogy ugyan már az önkormányzat miért nem világítja ki jobban, stb. 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 Tehát azért menjünk vissza mindig az elkövetőhöz, tehát azért az alapvető probléma ott van, hogy a szabályok betartásával vannak még azért kisebb problémáink. Nem csak itt, ugye veszekedünk a szemetelőkkel, meg minden egyéb mással is. Tehát. Menjünk tovább, egy kicsit más téma. Kérdezzük a polgármester urat továbbra is. Jó napot kívánok, Koperec Károlyné vagyok, Moson Magyaróvár Károly 53-ból. Azt szeretném kérdezni, hogy a főzés után fennmaradó fáradt étolaja le lehet-e valahol adni, gyűjteni, és hol és mikor? Köszönöm, viszont fáradt. Ez egy előremutató kérdés. A városlakó az iránt érdeklődik, hogy ő mit tudna tenni azért, hogy mondjuk a környezetünk rendben legyen. Mit tud tenni, polgármester úr? Hát ebben az ügyben például jó hírem is van. Néhány hónapja, vagy talán két hónapja indult ez a zsírbegyűjtési vagy olajbegyűjtési akció. Annak köszönhetően, hogy a szennyvíztisztító telefőgyűjtő beruházás kapcsán ennek egy mellékszálaként ennek a projektnek része volt egy begyűjtő autónak a Európai Uniós forrásból történő beszerzése. Tehát magyarán az Aqua Kft. Szolgáltatása területén ma közlekedik egy begyűjtő autó. Egyébként a pontos útvonalát is meg lehet tudni, bár úgy hallottam a kérdezőt, hogy lehet, hogy nem internetfüggő, de az Aqua Kft. Honlapján ennek az begyűjtő autónak a napi, heti megállóhelyei pontosan megtalálhatók. Én azért hadd mondjak egy-kettőt, jó, mert hát ha ez segít. Egyébként a begyűjtés ideje az hétköznap 15 és 20 óra között van, hétvégén 10 és 14 óra között. Például április 17-én a Károly-ligetben, a Manninger lakótelepen, április 18-án a Tiszház utca, Osztermaier utca által határolt részben, 20-án a Móra lakótelepen, Flash Kormos lakótelepen, 21-én a Széchenyi lakótelepen. Tehát magyarán napi rendszerességgel megtalálható ez az autó valahol a városba, az is kinézhető, hogy mikor van hozzánk, vagy az adott helyhez a legközelebb. Úgyhogy azt kérem mindenkitől, hogy valóban gyűjtsék a fáradt olajat. Eszméletlen mennyiségű olaj gyűlik össze a csatornák átemelő szivattyúinál, ami gyakorlatilag tönkreteszi ezeket a berendezéseket. Viszont el tudom mondani, hogy a gyűjtés első néhány hetében már egy köbméternyi ilyen módon gyűjtött fáradt olajat gyűjtött be ez az autó, tehát van létjogosultsága, meg kell egy picit jobban ismerni ezt az autót, vagy egyáltalán a közlekedési útvonalait. Én még akár azt se tartanám lehetetlennek, hogy ez is adjon valami hangjelzést, mint ahogy a némely árusok ugye közlekednek az úton, bár lehet, hogy ez nem lenne szabályos. De hogyha beválik, akkor azt mondták nekem az Aqua Kft. Vezetői, hogy ezt az autót akár többszörözni is lehet, tehát mivel olyan módon óvja ezeknek a egyébként károsodásnak kitett eszközöknek az állagát, hogy megéri adott esetben több autót is beállítani. Ráadásul ezzel elő tudják segíteni az ISZAP-nak a hát rothadását, mondom én, mint szerkesztő. Tehát valamit segít a munka folyamatban, tehát sokkal nyilván, jobban tudják lebontani a mosoni szennyvíz. Nyilván valamilyen indokát adni kellett ahhoz, tehát, hogy a projektbe beférjen ez a beruházás. Igen, tehát maradjunk annyiba, hogy a projektbe így szerepel, tehát azért gyűjtjük a fáradt olajat, hogy ez aztán a telepen elősegítse a munkafolyamatokat, de valójában nem ez volt a cél, és nagyon örültünk, hogy lehetséges volt ennek a megvalósítás. Következő kérdésben egy picit ide a városközpontba fogunk megérkezni. Hát a játszóterek kialakítását szeretném kérdezni, hogy több lehetőség lenne a gyerekeknek játszani, itt a panelok között is, sok hintát, meg biztonságos játszóteret szeretnénk. Hogy engedhetik meg azt, hogy egy ilyen kis udvarban, mint ami itt van a városközpontban, egy játszótér van, és olyan hangos, hogy egyszerűen a lakók nem tudnak tőle pihenni. Egy város akkor tud
jól fejlődni, vagy hosszú távon fejlődni, hogyha sok gyermek van. Mosonmagyaróváron talán elmondhatjuk, hogy azért rengeteg gyermek van, ez más oldalon okoz problémát, például az óvodai beiratkozásoknál, de most a játszóterekről volt szó. Az elmúlt években azért elég sok játszótér megújult, de szerencsére túl nagy a városunk területe, rengeteg játszótér van. Mit lehet ez ellen tenni, hogy mondjuk ne legyen hangos egy játszótér? Vagy lehet-e tenni ellene? Én nem tennék ellene különösebbet. Hát az a baj, hogy a lakótelepeink ugye előregszenek, tehát ugye valamikor azok, akik most felszólalnak a játszótér hangossága miatt, maguk is odahordták a gyermeküket, aztán a unokájukat. Most persze szeretnének pihenni, tehát ugye ez egy összetett probléma. Tehát ugye a városközpontban jelenleg 6 tudomásom szerint 6 játszótér van, ezt folyamatosan újítgatjuk, csinosítgatjuk, tavaly is 3 került felújításra. Ugye itt azért közre játszik ebbe az, hogy EU-konform játszótereket kell ugye beállítani, a hagyományos játszóeszközök ennek általában nem felelnek, meg az újak meg piszok drágák. Ráadásul a karbantartásuk is, meg az állagmegóvásuk is nehezebb, mint az egyszerű csővázas, nem tudom én milyen játékoknak. De ettől még az játszótér. Tehát én azért azt gondolom, hogy a játszótéren a gyerek játszon, zsivajogjon, érezze jól magát. Persze azokban az időpontokban, amikor egy gyereknek illik a játszótéren lenni. Hozzáteszem azt, hogy az intézményeink is használják a játszótereket, tehát például a Móra iskola alsó tagozatából rendszeresen használják a városközponti játszótereket, és hát nyilván nagy a zsivaj lárma. Nem tudom, tehát ebben hatósági módon én azt gondolom nem szabad foglalkoznunk, hogyha ott kirívó módon erős hangoskodás folyik, hát akkor nyilván van azzal a gyerekkel egy szülő, vagy van ezzel a gyerekkel egy tanárnéni, akkor az illető tanárnéninek vagy szülőnek kellene jelezni azt, hogy ez nem ideillő magatartás, de egyébként örüljünk neki, hogy a gyerekeinkben van egy kis élet. Nézzük tovább, hisz van még 2 témakör, 2 kérdés, jön az utolsó előtti. Nem vagyok ide óvári, de azért azt megkérdezni, hogy mikor lenne nyilvános WC óváron, hogy az egyáltalán itt nincs, ami volt a Jókai utcában, azt megszüntették, azóta nincs nyilvános WC. Ez itt teljesen nem igaz, tehát van nyilvános WC Mosonmagyaróváron, nyilván kevesebb, mint aki éppen a szükségét adott esetben végezni. Hadd említsem, csak ugye a Wittmann Parkban működtetünk egy nyilvános WC-t, egyébként voltak félelmeim, hogy milyen sorsra jut, de meglepő módon egész jó állapotban van, vagy akár a piac környékén, ahol nagyon sokan megfordulnak, de akár a Magyar utcán, a Jókai utcához közel is, azon a kis újonnan alakított játszótéren is van 1-2 tojítói WC kihelyezve. Ugye a nyilvános WC-kkel egy gond van, nem az építésük, hanem a működtetésük. Tehát ugye arra azért nem egészen vagyunk felkészülve, hogy önkormányzati működtetésű nyilvános WC-kkel álljunk elő, ráadásul annyival még egyszer mondom, ahol éppen megtalálható. És igazából mióta ezek a bevásárló központok, meg a nagyobb üzletházak is elszaporodtak, ahol ezek a nyilvános élemhelyek ugye mindenki számára nyitva vannak, nem is volt ez, hogy mondjam, ez az igény előtérbe helyezve. A Magyar utcáról viszont a legutolsó időkben a megnövekedett turistaforgalom kapcsán kaptunk ilyen jelzéseket, úgyhogy a kollégák vizsgálják, hogy lehet-e ott egy állandó, hogy mondjam, tégla építésű nyilvános WC-t újra megnyitni. Hát ez nyilván fel kell áldozni egy üzlethelységet, oda felszerelést és a működtetéshez személyzetet kell biztosítani. De még egyszer mondom, tehát ezekre a területekre azt gondolom, hogy valóban el kell gondolkodnunk rajta. Érdekes módon a kérdező, ugye, mint nem mosonmagyaróvári és vidékről érkező, azért megfogta a dolog lényegét, hogy a helyismerettel nem rendelkező, és ilyen módon kiszolgáltatott embernek a szükségét, ugye adott esetben hol. Tehát ezek komolyabb figyelmet kell fordítanunk, azt gondolom.
Következik egy utolsó kérdés, ez a telefonos üzenet rögzítőnkre érkezett, amely egyébként a nap 24 órájában működik, és a 823-333-as telefonszámon érhetnek el minket, és tehetik föl kérdésüket a polgármesternek. De most következzék ismét egy telefonos interjú. Halló, Pető Margita vagyok. Kérem szépen, polgármester úr, az a kérdésem, hogy miért nem szerveznek Moson-Magyaróváron is tavaszi nagytakarítást, hasonlóan, mint Kisbodakon, ahol az önkormányzat szervezte, bevonták a gyerekeket, felnőtteket. Ez nagyon indokolt lenne, különösen a Kormos és a Széchenyi lakótelepen, én ugyanis a Kormos lakótelepen lakom, és évek óta iszonyatosan szemetesek a lakótelepek. Különösen a parkolóban, ahol nem takarítják ki, még az őszi falevelek is keverednek a napi szeméttel. Nagyon kérem, próbálják ezt megszervezni. Én, mint idős nyugdíjas, egyedül csinálgatom, és sokszor kinevetnek, ha a fiatalokat hívom segítségül. Ezt szeretném, hogyha megszerveznék. Köszönöm! Ez is egy pozitívabb szemléletű kérdés, tehát nem csak kérdeznek a polgármestertől, vagy javasolnak valamit, hanem azért hozzá van téve a saját felajánlásuk és a saját munkájuk, hogy tényleg egy városi közösségben mi az embernek a feladata, ugyanakkor az is, hogy ez azért az önkormányzattal karöltve, tehát ne csak saját maguk. Lehet számítani ilyen mozgalomra, hiszen azért évek hosszú során azért elő-elő fordult már, sőt volt rendszeresen is ilyen akció. Hogyne. Ráadásul ez nekem is a veszőparipám, tehát a rend meg a tisztaság, ugye ez a mániám. Ettől függetlenül persze ettől nem lesz mindjárt tisztább a város, de hadd mondjam el, tehát azért ilyenkor, amikor ráeszmélünk egy kicsit tavasszal, hogy milyen a környezetünk, ugye télen lehajtott fejje, hóba, sárba, ennyire nem érdekel bennünket, de ugye amikor az első jó idő megjön, kisüt a nap, akkor rögtön ráébredünk, hogy mit hagytunk magunk után. És hadd mondjam, nem a városháza dolgozói szemetelték el ezt a szemetet, hanem mindenki más is. Tehát közös felelősségünk ez az egész história. Ilyenkor elkezdődnek az önszerveződések, úgy indul általában, és ez most is így volt, hogy elindulunk a saját erőkkel, tehát járja az az utak mentét a tisztító autónk, járják az a néhány kiskocsis, söprögetős kis emberkénk a városi közterületeket, akit erre lehet, hadra lehet fogni, és itt azért hadd említsem meg, hogy nagyon szívesen alkalmaznánk jóval többet, tehát itt nem a pénzhiány, ami akadályozza, hanem egyszerűen Moson-Magyaróváron érdekes módon erre a típusú munkára nem találni embert. Tehát ők elkezdik, akkor belépnek a város által igényelt közmunkások, őket már foglalkoztatjuk, és már indulnak. Jövő héttől, ha jól emlékszem, a cigány kisebbségi önkormányzattal közösen indítunk egy következő közmunkaprogramot 15 fővel, két csoportra osztva, ők is megindulnak ebbe a dologba, és onnantól kezdve pedig rákapcsolódnak a civil szervezetek, városrészi egyesületek, iskolák, Kisalföld napi lap most idén nagyon szépen fölkarolta ezt a dolgot és bekapcsolódik, és az egésznek a csúcspontja az május 15-16-án a Teszed országos akcióban levő kétnapos összvárosi akciónk, amikor több helyszínen, több ponton iskolák, civil szervezetek, a Kisalföld fog főzni, felajánlották, hogy megvendégelik az ebben résztvevőket. Tehát egy kétnapos akcióval bekapcsolódunk az országos Teszed mozgalomba. Hát ez akkor azért jó, mert ugye akkor az országos pénzből is egy kicsit tudunk kapni, ilyenkor az elszállítás költségei, meg minden más dolog azért támogatott. De mondom, innentől kezdve, tehát április elejétől egészen május közepéig lesz egy nagy tisztítási akció. Azért ez még hadd tegyem hozzá, hogy a kérdező megint ugye olyan helyről jön, kérdezett, mint a Városközponti Társasházak kérdése. Azért itt amellett, hogy a Városközpont tért egyesület minden évben nagyon hatékonyan és precízen pontosan részt vesz ezekbe a programokba, hadd tegyem hozzá, hogy magánk a társasháznak is van ebben feladata. Tehát itt nem szabad, hogy magára legyen hagyva egy-egy lakó, hisz a társasház a körülötte levő terület jókarban tartásáért felel.
Tehát az, hogy ott tavalyi lomb van, az, hogy ott szemét van a társasház környékén, ezt nyugodtan a társasház közös képviselőjétől is számon lehet kérni. Ugyanúgy jó gazda módjára köteles vele gondoskodni, mint a családi házas környezetben, ugye a megfelelő határig az illető. Nos, tehát ha ezt mindig összerakjuk, hozzátéve még, hogy ugye azokra az inkriminált helyekre, és ezt sokszor elmondtam, ami a hulladékgyűjtésnek egyik gócpontja, ezek a szelektív gyűjtőszigetek, de mondhatom a városközponti kuka tengert is, ahol ahogy ez sokszor kinéz. Ott azért igen jelentős többletfeladataink vannak még. Főleg abban, hogy megakadályozzuk azokat, akik múlhatatlan szükségét érzik annak, hogy a díványt meg a rekamét a kommunális hulladék mellé rejtsék. Tehát ezeket erőnek erejével meg kell akadályoznunk abból, hogy ezt megtegyék. Ha meg tudta vásárolni azt a díványt, és tudott helyette venni egy újat, akkor legyen arra pénze, hogy kifuvarozza, ingyenesen elhelyezze a hulladékudvarban, tehát ezt nem szabad elnéznünk, és a kollégák igen keményen fel fognak lépni az ilyen típusú szemetelők ellen. Aki tehát kedvet érez, hogy esetleg segítsen, annak ajánlunk még egy lehetőséget, hiszen itt a Frenc Károly Kulturális Központban működő Fiók Iroda is pont a hétvégén fog szervezni egy szemétszedő akciót, érdemes felkeresni Facebook oldalukat. Kedves nézőink, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük szépen polgármester úrnak, hogy válaszolt az önök kérdéseire, és önöknek is köszönjük, hogy felhívtak minket a 823-333-as telefonszámon. Tudják, itt mondhatják üzenetrögzítőre kérdéseiket, és köszönjük azoknak is, akiket megállítottak munkatársaink az utcán, és ott tették föl kérdéseiket. Egy hónap múlva újra jelentkezünk, gondolják végig, ha várost járják, hogy mit kérdeznének meg a polgármestertől, mi azt továbbítjuk, polgármester urat pedig várjuk majd a stúdióba, aki válaszolni fog az önök kérdéseire. Viszontlátásra!